Szeretettel üdvözlök mindenkit a ma esti darma beszéden. most engem kért meg, hogy tartsak 10-15 perc bevezetőt, ami számomra nagy kihívás lesz, mert aki ismer, az tudja, hogy egy hét alatt összesen szoktam ennyit beszélni, akkor is, hogyha nincsen szilencium. Azzal kezdeném, hogy hogy kerültem erre a szürke párnára itt alattam. Évekkel ezelőtt meditáltam először, és nagy hibát követtem el, amit nem ajánlok senkinek. Egy hagyománytól független internetes instrukciót találtam, és ezt követtem, ami annak ellenére, hogy nagy hibának hangzik, igen jól sikerült, és ez egy, ez egy légzésfigyelős meditáció volt. Hamar elmélyett, nyugodt és derűs tudatállapotba kerültem, ami nagyon tetszett. És számomra az bizonyított ez az élmény, hogy az anyagi sík, az anyagi síkon túl létezik egy szellemi része is a valóságnak, amit nagyon szerettem volna felfedezni. Úgyhogy a második meditációm is igen jól sikerült a harmadik és a negyedik viszont már nem annyira, úgyhogy elhatároztam, hogy megtanulok meditálni, és elindulok, hogy felfedezzem ezt a anyagi túli világot és egy kicsit, amit akkor még nagyon misztikus dolognak láttam. Ismét nagy hibát követtem el, mert olvasni kezdtem. Popper Péter eszéivel kezdtem, aztán jött a tibeti halottas könyv, és mire a tibeti misztériumok című művéhez jutottam Hanvas Bélának, addigra, addigra egyértelmű vált számomra, hogy a buddhizmus lesz az én utam. Később a tankapuja buddhista főiskolán találkoztam egy Ajahn száron nevű téraváda szerzetessel, aki sok időt töltött tájföldön remeteségben, nem sikerült vele személyesen beszélgetnem, de nagy hatással volt rám a derűs, nyugodt személyisége és az egyszerű viselkedése. Úgyhogy a Téra váda hagyomány keretein belül kezdtem el gyakorolni. Meditációs elvonulásokra jártam, vadul olvastam Ajahn Sumedho könyveit, és különböző dharma beszédeket látogattam. Azonban hamar megmutatkozott a tanító és a közösség hiánya. Az elvonulásokon nagyon jól ment a szellemi gyakorlat, a meditáció, otthon viszont a, a meditációs ülést, tehát az ülő meditációt ülő frusztráció váltotta fel idővel, és egyértelművé vált számomra, hogy szükségem van egy közösségre és egy tanítóra. Szomszázan mester tanításait a Hamuta Buthára című könyvből ismertem meg, az eredeti fényzen közösséget pedig csanganszonyi YouTube csatornáján keresztül találtam meg. Nagyon tetszett a koreai zen tiszta és egyszerű stílusa. Megnéztem egy-két darma videót, és a következő héten már indultam is a az akkor még Bajza utcában található zenközpontba, és én is szorgalmasan csapkodni kezdtem az interjú szobában a parkettát. Körülbelül egy éve gyakorlok veletek, most itt ülök ezen az ijesztő szürke párnán, és beszédet mondok. Nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy sokan tartunk attól, hogy felkérjenek minket egy ilyen bevezetőre, és azt szeretném üzenni a jövendő bevezető mondóinak, hogy ez tényleg egy félelmetes élmény. A Sákyamuni Buddha élete során az emberi lét problémáiról és azok meghaladásáról tanított, a mindennapi problémákról is, így foglalkozott bőven a félelem kérdésével is. A félelemnek öt nagy kategóriáját tanította. Az első ilyen nagy félelem szerinte a, a haláltól a megszűnéstől való félelem. A második az, a, az anyagi, az anyagi javaink, illetve a vagyonunk elvesztésétől való félelem. A harmadik az félelem attól, hogy a közösségünk kitaszít minket, hogy rossz hírünk él. A negyedik az nagyon különös számomra, ez a nyilvánosság előtt való beszédtől való félelem, vagyis a tömeg előtt való megnyilvánulástól való félelem. Az ötödik pedig a rossz re reinkarnációtól való félelem. Számomra azért érdekes régóta ez a negyedik, mert képes volt évezredeken keresztül rettegésben tartani az egész emberiséget a közösség előtt tartott beszédtől való félelem. Három még emlegetik a buthát, a darmát és a szangát. A butha a megvilágosodott egyént jelenti. A darma a világ törvényeit, illetve az egyén és a világ közt létrejött viszonyt. A harmadik a szanga, ez a közösség és a megvilágosodott egyén, illetve az egyén és a közösség közti viszony és működés. Sokszor nem értettem azt, hogy a szanga hogy lehet ugyanolyan fontos, mint a butha, a tanító, vagy a tanítása, a dharma. Úgy érzem, hogy ezen a kölcsön minden nap egyesével valaki megmutatta nekem, hogy ez a... a a szanga, mint érték, hogyan kerülhetett bele, és miért a három égkőbe. Korábban beszéltem a félelemről, hogy ha jobban körülnézünk a mindennapjainkban, akkor láthatjuk, hogy rengeteg problémát okoz. Szerintem a megoldás a félelem leküzdésére az mindenképp a bátorság, az ellenkező minőség gyakorlása kell, hogy legyen. Nagyon bátor dolognak tartom azt, hogy eljöttetek erre a kiolcséra, akár három napról, akár három hónapról legyen szó, mert az idehozott karmával való munka és a magunkkal való szembenézés az sokszor nagyon félelmetes feladat tud lenni. Szóval itt köztetek értettem meg azt, hogy miért is fontos a szanga. Ezúton is szeretném külön megköszönni Barának, Rolandnak és Máriának, hogy ez a bevezető létrejöhetett. Tudják, hogy miért. Nem jut több dolog eszembe, úgy érzem, hogy eljött az ideje, hogy átadjam a szót Doc mert én egy hétre kibeszéltem magam. Köszönöm szépen a figyelmet!